Ahogy a háttérben látszik, több bóját helyeztek ki erre a szakaszra az erőmű emberei, ahol elvileg ugye a víznek a hőmérsékletét mérni kell. Ezek tavaly nem voltak kint. Hát nekünk van egy olyan feltételezésünk, hogy közrejátszott az is abban, hogy mi tavaly, illetve már korábban is 4 évvel ezelőtt is sokat foglalkoztunk ezzel a jelenséggel, ezzel a problémával, hogy bizonyos időszakonként a Dunának a víze azon megengedett 30 fok fölé emelkedik, és hát reméljük, hogy volt ennek hatása, és az erőmű emberei még komolyabban veszik ennek a felügyeletét. Kikötöttünk itt a parton, ahol ezek a mérőbólyák vannak, és egy nagyon vicces jelenetbe futottunk bele, ugyanis a parton van 2 csónak, illetve egy ilyen táborozó fiataloknak tűnő csapat, akiket oda mentünk megkérdezni, hogy esetleg tudnak-e valamit a bólyákról, vagy ők azok, akik őrzik ezeket, és amikor megkérdeztem őket, akkor egész egyszerűen ütettek, mintha nem tudtak volna magyarul, illetve egyáltalán bármilyen nyelven tudtak volna, úgyhogy nem válaszoltak semmit, úgyhogy Orsi ismét megpróbálkozott, hogy hát a neki jobban sikerült, és neki legalább sikerült valamennyi szót kihúznia belőlük. Igen, annyit sikerült megtudnunk, hogy nem mondhatnak semmit. Ezt elmondták. Én az iránt érdeklődtem, hogy működik a berendezés, van-e rajta folyamatosan valamilyen érzékelő, ami jelet küld, és akkor azt mondták, hogy ez az, amiről nem beszélhetnek.